hátrányba fejezte be azt a találkozót. Bognár György csapat, a Szélpál kapott pirosat azon az októberi mérkőzésen. De hát azóta már úgymond vissza tudott vágni azért a vereségért a Paks. Paszka fordul ügyesen, és jó is a labdája. Besics lövő helyzetbe, gól! Kiegyenlít a Ferencváros. Rácz mellé nyúl a lövésnek, semmit nem látott a labdából a Paks kapusa. Pászkát kell kiemelni, aki szépen játszotta itt tisztára magát, és ő is passzolta oda Besicshez a labdát, aki egyet-kettőt húzott, majd talán innen látjuk majd, hogy mennyien takarják a kilátást Rácz elől. Saját védő, illetve egy Ferencváros támadó, Marquinhos is csúnyán mellé nyúl a Paksi kapus.